Kérdések és bibliai válaszok világjárvány idején. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Világunk eddig, legalábbis innen, Kelet-Közép-Európából nézve, nagyjából biztonságosnak, többé-kevésbé szervezetnek és védetnek tűnt. Ennek mára vége szakadt hirtelen, váratlanul, viharos gyorsasággal. A koronavírus sok mindent felforgatott, sok mindent megkérdőjelezett a világ eddigi értékrendjében. Akiknek pedig dolga lenne eligazodni és eligazítani ebben a helyzetben, a tudomány emberei és a világ vezetői, maguk is tanácstalanok, bizonytalanok. Olyan gigaintézmények lepleződtek le tökéletes alkalmatlanságunkban, érzéketlenségükben, felelőtlenségükben, mint maga az Európai Unió. Pedig alapkérdésekről kell elgondolkodnunk. A katasztrófa helyzet ezt elkerülhetetlenné teszi, miközben, sajnos, elég időt is ad a gondolkodásra. Ezt teszem most nagyon tömören a Biblia tanítása alapján. Hat igazán lényeges és mindenképpen fölteendő kérdést látok. Először, világunkban naponta megtapasztalhatóan sokféle formában jelen van a rossz. Vajon miért? Másodszor, hatalmában áll-e az egyes embernek vagy az emberiségnek, hogy életéből kiiktassa, legyőzze ezt a rosszat? Harmadszor, ha a világ ennyire ki van téve a pusztító természeti erőknek, vajon hihetünk-e még valamiféle isteni gondviselésben? Negyedszer, mi lehet konkrétan a mostani világjárvány oka? Ötödször, ezt a járványt, ha egyszer majd elmúlik, törvényszerűen gazdasági világválság fogja követni. Lesz-e kiút vajon ebből, vagy esetleg a teljes káosz állapotába vezet, további súlyos konfliktusokkal, háborúkkal? És végül hatodszor, vajon mennyit használhat a járvány idején a sok ima, a közösségi felületeken meghirdetett és szorgalmazott sokféle imalánc? Ezek a kérdések. Tehát nem is a mostani világjárvány lehetséges okaival kezdeném, hanem messzebbről. Világunkban naponta tapasztaljuk ezt, sok-sokféle formában jelen van a rossz. Vajon miért? Honnan van a rossz abban a világban, amelyet Isten jónak teremtett? Gondolkodók tömege tette föl szenvedélyesen ezt a kérdést hajdan, úgy szintén egy pusztító természeti katasztrófa, az 1755-ös hatalmas lisszaboni földrengés, meg a nyomában járó cunami és tűzvész után, amely nem csak a portugál fővárost tette a földdel egyenlővé, nem csak legkevesebb 100 000 ember életet követelt, hanem egyik napról a másikra véget vetett Portugália akkoriban virágzó hatalmának, gazdagságának és gyarmatbirodalmának is. Hát hogyan lehetséges ilyesmi? Voltaire például a lisszaboni földrengésről című versében így ír erről. Muszáj bevallani, hogy létezik a rosszat. Az eredete még egész titokzatos. A jó szerzőjétől származna talán a rossz. De hogy képzelhető, hogy maga Isten az, ki egyfelől fiait kegyelmében fürözti, másik kezével a rosszat zúdítja le? Melyik szem láthat így titoknak mélyre? Tökéletes lényből rossz létre nem jöhet, de máshonnan se, mert minden belőle lett. És mégis létezik, ó fájdalom, a rossz. Mégy döbbenetes ez, mennyire paradox. Így volt el. A felvilágosodásnak ez a nagy filozófusa itt a Bibliával lényegében egyező választ ad. A rossz nem Istentől származik. A magasságos szájából nem jön ki a gonosz és a jó együtt, hanem csak is a jó. Vallja például Jeremiás, a síralmak szerzője,
a harmadik fejezet 38-as versében. Isten gonoszsággal nem kísérthető, és ő maga senkit sem kísért rosszra. Írja a Jakab levél szerzője az első fejezet 13-as versben, majd hozzáteszi. Tőle származik minden jó és tökéletes ajándék, hiszen amikor Isten világunkat és az embert megteremtette, minden igen jó volt, olvassuk a Teremtés könyv elején, az első fejezet 31-es versében. Minden rossznak, ami világunkban létezik, az erkölcsi rossz az oka, a bűn a gyökere, ami nem más, mint én központúság. Ez nem szimpla önzést jelent, hanem az elfordult emberi természet ama meghatározója, hogy a körülötte lévő dolgokat, eseményeket egyedül önmagára tudja vonatkoztatni, csak önmagára nézve képes ezeket értékelni. Isten örök erkölcsi törvénye ellenben a másik központúság, a szeretet, a másokért élés, a másokért végzett szolgálat törvénye. Isten a teremtéskor a természet világába is ezt a törvényt oltotta bele, mert tudta, hogy teremtményei jó és boldog együttélését csak ez a törvény biztosítja. A bűn eredetileg a mi világunkon kívüli, az embernél magasabb rendű lénytől, Isten fellázott angyalától származott, akit sátánnak, azaz ellenségnek nevezünk. Isten hiába óvta tőle az embert, ő ennek az ellenségnek, a hazugság atyának engedett. Nem irányult többé Isten felé, az igazság felé, és ezzel elveszítette élete valódi középpontját, irányzékát, így aztán persze a legkülönbözőbb irányok felé tévelygett. Ezt a lényeget Izajás próféta ragadja meg, amikor így ír: mi mindnyájan, mint a juhok, tévelyektünk, ki-ki a maga útjára tért, és biztos irányzék nélkül Isten az igazság híján, ez nem is lehet másképp. Ez a sátán befolyása alatt történt, akit pontosan ezért neveznek úgy, hogy diabolos, szétszóró. Ahány ember annyi felé keresi boldogságát, egyedül, iránytű nélkül a viharban, mint hiába. Így vált az ős ellenség e világ fejedelmévé, aki bűnbe, vagyis ebbe a szétszóródásba vitte az első embert, és vele utódait, ahogy Pál apostol írja. Egy ember által jött be a világba a bűn, és a bűn által a halál, és a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. A következő második kérdés: vajon milyen mértékben áll az egyes ember vagy az emberiség hatalmában, hogy életéből kiiktassa, legyőzze a rosszat? A Biblia válasza az, hogy az ember teljességgel, végérvényesen nem képes ezt megtenni, azért mert éppen lényének legmélye romlott el, már pedig a rossz, a rosszat nem tudja jóvá változtatni, ha még annyira szeretné is. Ahogy egy másik próféta, Jeremiás kifejezi képszerűen kérdés formájában. Elváltoztathatja-e bőrét a szerecsen és a párduc a foltosságát? És ti vajon tudtok-e jót tenni, amikor már annyira megszoktátok a gonoszt? Valahányszor pedig az ember mégis megpróbálta a maga erejéből, úgymond megjavítani világát, annak rendszerint csak még nagyobb rossz, gyakran katasztrófa lett a következménye. Hát hogy ne, hiszen senki sem lépheti át azt a bibliai törvényszerűséget, amely szerint mindaz, aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek, ki van szolgáltatva neki, és nem tehet semmit vele szemben.
ahogy a János evangéliumban olvassuk, 8. fejezet 34-es vers. Ha ez így van, kérdezi ugyancsak a Biblia, akkor kicsoda szabadulhat meg a rossztól? Jézus megfelel erre, de a válasza nagyon drasztikus. Azt írja, embereknek ez lehetetlen. De az Istennél minden lehetséges. Egyedül Isten, az igazság, az élet helyes irányához való visszatérés tesz szabaddá, mondja Jézus. Vagy máshol pedig így mondja, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. De magatokból, önerőtökből soha. Jézus születésekor pedig ígéretként hangzott el, hogy ő szabadítja majd meg népét annak bűneitől, ő és senki más. A harmadik kérdés, hogyha a világ ennyire ki van téve a pusztító természeti erőknek, akkor vajon hihetünk-e valamiféle isteni gondviselésben? A helyzet a következő. A szeretet egyetemes erkölcsi törvényének van egy szükségszerű következménye, és ez pedig nem más, mint a szabadság. A szabad választás törvénye. Isten annyira szereti az embert, hogy szabadságot ad neki. És emiatt ő közvetlenül nem is avatkozik bele a történelembe, abba a folyamatba, amely a bűn e világi uralomra jutása után és annak következtében az emberiség történetében zajlik. Ha az emberiség megmarad a bűnben, Istentől elfordulva, akkor ugyanis egy ilyen hatalmi beavatkozás teljesen értelmetlen lenne, és nem vezetne sehová. Tehát nem avatkozik bele, szabadságot ad, de nem mond le az emberről. Nem nézi közömbösen mindezt a rosszat, hanem terve van, az úgynevezett megváltási terv, amelynek lényege, hogy Isten nem a dolgokban vagy a körülményekben, hanem mi bennünk, magunkban akar ellenségeskedést szerezni a rosszal és annak forrásával a bűnnel szemben. Azt akarja, hogy az ember szabad választásával maga forduljon el a bűntől, és kérje, akarja, tevőlegesen is dolgozzon azért, hogy Isten uralma visszatérjen a világba, ahogy a mi atyánkban kérjük. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Egy szóval tehát Isten direkt módon nem szabja meg a történelem menetét, hanem ellenőrzése alatt tartja azt. Ez két teljesen különböző dolog. És beavatkozni csak ritkán, egyes kritikus pontokon avatkozik bele az egyének életébe és a történelem alakulásába, kifejezetten csak az élet és az igazság védelmében. A következő, negyedik kérdés, hogy mi lehet ennek a konkrét mostani világjárványnak az oka? Mi ez egyáltalán? Tisztán véletlenszerű természeti katasztrófa? Netán az ember okozta, háttere van? Vagy egyenesen Isten csapása? Ami Isten szerepét illeti, az egészen bizonyos, hogy a természeti katasztrófákat nem ő zúdítja az emberekre. Az viszont megtörténik, és meg is történt többször a múltban, hogy amikor a bűnök elhatalmasodnak valahol, akkor ő visszavonja védelmező kezét az adott megromlott közösség felől, vagy netán az emberiség feje felől, visszavonja, és megengedi, hogy a bűn természetes következményei egyszerűen bekövetkezzenek. Hangsúlyozom, megengedi ezt, és nem pedig okozza. Isten tehát nem oka közvetlenül a koronavírus járványnak sem, viszont abban szinte minden felelősen gondolkodó fő
legyen az hívő vagy nem hívő, egyetért, hogy a járványhoz nagyon is sok köze van az ember bűneinek, mégpedig nem egy, vagy akár sok konkrét rossz cselekedetnek van ehhez köze, hanem egész modern civilizációnk rossz irányának. Csepeli György, szociálpszichológus még a járvány magyarországi kezdete táján úgy fogalmazott, idézem, az emberiség utat vesztett, ez a járvány pedig figyelmeztetés. Fel kell készülnünk hasonlókra. Ezért aztán vonja le a következtetést a tudós, a nyakló nélküli gazdasági növekedés, az önzés és a mohóság kultúrája át kell, hogy adja a helyét egy igazságos és fenntartható fejlődésnek. Csak is ez az út járható. Az ötödik kérdés a következő. Ez a járvány kétségtelenül el fog múlni egyszer, de az is ugyanilyen bizonyos, hogy egy nagy gazdasági világválság fogja követni. Már most kérdés, hogy ebből vajon lesz-e kiút? A gazdasági válság nem vezet-e el háborúkhoz, ahogy oly sokszor megtörtént? Az ilyen történelmi tapasztalatokon túl Jézus nagy profétikus beszédében is, amely elsősorban a világ végének előjeleiről szól, hasonlóképpen olvassuk a Máté evangélium 24. fejezet 6-8 verseiben. Azt mondja Jézus, háborúkról fogtok majd hallani, és háborús hírek fognak keringeni. Vigyázzatok, ne kerítsen hatalmába benneteket a félelem, mert ezeknek be kell következniük, de ez még nem a vég. Nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad. Éhínség, járvány üti fel a fejét, és a föld megrendül. Itt is, ott is, tehát földrengések. De ez még csak a kezdete a gyötrelmeknek. Tehát Jézus itt egy összetett válság korról beszél, amelynek meg lehet már ez a mostani pandémia világjárvány is, más természeti katasztrófákkal és háborús eseményekkel együtt a része. De Jézus határozottan kijelenti azt is, hogy ez a sok borzalom, ez még nem a vég, csak annak kezdete, mint egy a bevezetése. Viszont arról is beszél a továbbiakban, hogy lesz egy olyan végső, úgymond nagy nyomorúság, ő így nevezi, nagy nyomorúság, amiből egyszerűen nem lesz emberi vagy természetes kiút, ami nem fog elmúlni spontán, ahogy egy járvány az például elmúlik. Ez nem, hanem már csak az ő visszajövetele és szabadítása menti meg tőle az emberiségnek a maradékát, tehát a maradékot. De nem is ez igazából mondani valójának a lényege, hanem az, hogy mindezeken kívül történnie kell még valaminek. Azt mondja, Krisztus hívei számára szorongattatás lesz ekkor, üldözés, az egyházban nagy hitehagyás, hamis proféták lépnek fel, és mindezek alatt időben, mindezek közepette ez a lényeg, lesz egy végső nagy evangélium hirdetés. Így mondja szó szerint, Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész földön minden népnek, és majd csak akkor jön el a vég. Nagy evangélium hirdetés. Hát miért van ugye erre szükség? Mert az igazságos és kegyelmes Isten a végső válság előtt mindenkinek lehetőséget ad élete újra gondolására és megváltoztatására. Ez ugyanis szigorú feltétele annak, ez a megtérés, hogy az ember elnyerhesse Isten védelmét a legsúlyosabb válság idejében. A koronavírus elmúltával tehát
mi nekünk komolyan el kell gondolkodnunk az evangélium hirdetésnek erről a kihívásáról, amiről itt Jézus beszél. Végül az utolsó, a hatodik kérdés az, hogy vajon mennyit használhat-e mostani járvány idején a sok ima, a közösségi felületeken meghirdetett és szorgalmazott mindenféle imalánc. Hát a válasz ugye két részből áll. Egyrészt ezekre nyilván nagy szükség van, mert Isten azt ígéri, hogy meghallgatja az imáinkat. Mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik, mondja Pál apostol. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak téged, ígéri Isten az 50. Zsoltárban. Az Úrhoz kiáltottak szorultságukban, és ő sanyarúságukból kimentette őket. Olvassuk pedig a 107. Zsoltárban. Igen, tehát ez erre szükség van. Másrészt azonban Isten kegyelme soha nincs igazságossága nélkül. Nem lehet nyomást gyakorolni rá, pusztán azzal, ha megsokasítjuk az imádságot, ha mindig többen és többen mondják. Nem. Ő a bűnök megbánása és elhagyása nélkül, megtérés nélkül nem hallgathatja meg az imákat, mert ezzel közvetett módon hallgatólagosan jóvá hagyná a bűnt, beletörődne abba. És ez pedig képtelenség. Ezért olvassuk Izaiásnál az 59. fejezet első két versében, hogy az ima meghallgatásához egyszerűen elengedhetetlen, hogy az emberek felhagyjanak korábbi bűnös életükkel. Azt írja a proféta, nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadítana, és nem olyan süket a füle, hogy meg ne hallgatna. Nem. Nem, hanem vétkeitek választanak el titeket istenetektől. Bűneik takarták el arcát előttetek, és ezért nem hallgatott meg. Ez a helyzet. Például a Jónás könyve szerint még Ninive pogány asszír uralkodója is világosan értette ezt. Amikor a város ellen Isten ítéletet mondott, akkor az uralkodó felszólította alattvalóit, térjebb meg kiki az ő gonosz útjáról, és az erőszakosságból, és akkor talán megengesztelődik az Isten, és nem kell elvesznünk, ha megtértek. Jónás könyve 3. fejezet, 7-9 vers. Nohát, a város lakói így is cselekedtek, és Ninive megmenekült. De csak azért olvasom a folytatásban, mert látta Isten cselekedeteiteket. Vagyis, hogy megtértek gonosz útjaikról. Dicsértessék a Jézus Krisztus!